két viharás csavarunk van. Mindenki gyorsan kiszámolt, akkor egy előadás van hátra. Ez Kenyeres Márton lesz. Nagyon van kezdve. Aki az aeropóniáról fog mesélni. Egyszer volt egy előadás az akvapóniáról, amikor vizet kell keringetni zöldségek és halak között. Itt már nincsenek halak, és kicsit több levegő van. Sziasztok! Na, akkor vágjunk bele, mi az aeropónia, ugye itt már elhangzott, hogy ez valami zöldségtermesztés ez is. Az a lényege, hogy a növények azok nem földbe vannak ültetve, hanem egy dobozba, amiben nagyon finom holdasztott, tápoldatot keringtetünk. Itt a nagyon finom az azt jelenti, hogy ilyen 30-50 mikronos cseppek, ez gyakorlatilag az a sűrűség, ami a ködben van, ezek már nem nagyon esnek meg. Egyébként az egész rendszernek ez az egyik kulcsa, hogy ezt meg tudja csinálni jól az ember, hogy ilyen kicsi cseppeket előállítsunk. Rögtön egy jó tanács, ha valaki ilyesmivel fog, legyen nála váltóruha, mert mi nagyon vízesek lettünk, amikor ezzel elkezdünk kísérletezni. Miért jó? Szeretik a növények. Egyszerűen úgy tűnik, hogy ilyen módszerrel termesztett növények, azok gyorsabban nőnek, nagyobbra nőnek. Az egyik mérőszáma ennek, hogy mennyi vizet kell használni ahhoz, hogy adott mennyiségű növényt megtermeljünk. A paradicsomnak nagyon széles irodalma van, azt sokan termesztik, úgyhogy ezt szeretik példának hozni. Termőföldi termelésnél, vagy fóliasátorban tipikus az, hogy egy kiló paradicsom gyümölcsnek, zöldségnek, ezt lehet vitatkozni. A megtermeléséhez nagyjából 250 liter víz kell, ennek egy része persze öntözés, egy része első adott, hogy hol van. Ezt, hogyha már az említett akva vagy hidropóniával csinálja az ember, akkor simán le lehet menni 50 literig. Aeropóniával ez akár 10 is lehet. Azon kívül, hogy ez víztakarékos, miért fontos ez? Az, hogy ez csak 10 liter. Ugye a növények hogy használják a vizet? A gyökerükből felszívják, a levelükön keresztül elpárolgatják, és ehhez energiát használnak, cukrot, amit a fotoszintézissel megtermeltek, azt utána elégetik el, vagy átpumpálják ezt a vizet. Magukon, ha kevesebb vizet kell átpumpálni, akkor több cukor marad benne, jobb lesz az íze. A másik, hogy levegőhöz jutnak a gyökerek, ami sajnos nem ilyen szépek, igazából így néznek. Ami egyrészt a növekedés serkenti, másrészt a mindenféle ilyen betegségekkel ellenállóbbá teszi a növényeket, és megakadályozza azt is, hogy az egyik növényről nehezebben terjednek át a betegségek a másikra, mint egy ilyen vizes termesztésnél az van, hogyha valami kórokozó bekerül, akkor az hús végig tud menni az egész rendszeren. Szóval összességében ízletesebb, változatosabb, mert a kórokozóknak jobban ellenálló fajtákat lehet termelni, értékesebb növényeket lehet így előállítani. Ja, ha valaki elfelejtette volna, hogy hol vagyunk. És akkor ez most egy új technológia? Hát nem annyira. Ezzel már a 90-es évek végén a NASA kísérletezett. Ez nem azért áll ilyen feltén, mert béna volt a fotós, hanem ez az űrállomáson van, és ez a doboz az leveg. De igazából ez az úriember már 42-ben elkezdett ilyesmivel kísérletezni, hogy meg tudja nézni, hogy hogy nőnek a növénynek a gyökerei, azt ő valószínűleg nem tudta, hogy teljesen máshogy nőnek a ilyen környezetben a növénynek a gyökerei, mint a földbe ülteti őket. De igazából ez már létezik nagyon régóta. Szóval, hogyha ez egy ilyen dinoszauruszokkal egyidős technológia, akkor most miért beszélek erről? Ennek igazából az oka, hogy szerintem van néhány olyan dolog mostanában, amiből az fog következni, hogy ez nagyon be fog indulni. Egyrészt a lehetőségek, másrészt az igények oldaláról. Igen, ez volt, amikor az elektronikáját elkezdtük a rendszernek összerakni. Sokkal könnyebb hozzájutni ezekhez a dolgokhoz. Ez alapvetően automatizálás igényes termesztési módszer, de most már könnyebb lesz csinálni. Elrontottam a betűket, ugye? Igen.
A másik, ezen nem annyira látszik, ezek az első pazsarik fogjaink. Mostanában a LED lámpáknak a teljesítménye az körülbelül olyan tempóban növekszik, mint a 90-es években a processzoroknak. Hihetetlenül felgyorsult javult a teljesítményük. Ezért meg lehet ezeket a növényeket úgy világítani, hogy ne a fény legyen a korlátozó tényező, és most már viszonylag jól és olcsón meg lehet csinálni. Ennek azért van egyébként ilyen színe, élőben nem ennyire ronda, de azért ilyen rózsaszínes, mert ebben pont az a két hullámhossz van, ami a növényeknek hasznos. Az igény oldal. Az emberek világszerte elkezdtek foglalkozni azzal, hogy mit esznek. És alapvetően ezzel, mivel több vegyszermentes, kontrollált környezet, nagyon jó minőségű zöldségeket lehet termelni. És a másik, hogy az emberek elkezdtek bemenni a városunkba. Most, ha így megnézzük, hogy Észak-Olaszországban hány város van. Innen, ilyen messziről már csak egy. A Földön az embereknek az 50%-a ilyen már mostanában, városban, az Európában 72%, Japánban már 92%. A termelés, az ipar, az emberek azok mennek be a városba, be fog menni a szerintünk az élelmiszertermelés is, és ez egy jó lehetőség, vagy módszer arra, hogy a városba vigyük az élelmiszertermelés. A másik az, hogy elképesztő mennyiséget utaztatjuk a kajáinkat, hogy Afrikából hozzuk a salátát, meg Kínából a hagymát, és ez drága, meg környezetszennyező, ezen egyre többen gondolják, úgyhogy változtatni kell. És akkor az utolsó, hogy mi közön van nekem ez, vagy nekünk. Ugye van ez mostanában divatos, és akkor ez adott egy ötletet, hogy a cloud computing mintájára hogy tudjunk megcsinálni azt, hogy ez cloud farming legyen. Nagyon kis helyre, nagyon sok teljesítményt, növénytermesztési teljesítményt hogyan tudunk benyomni, úgyhogy azok nagyon hatékonyak legyenek. Most egy ilyen fejlesztésen dolgozunk, nagyon az elején vagyunk, nagyon lelkesek vagyunk. Remélem, hogy jövőre ma meg tudtak titeket kínálni valamivel, amit már mit terveltünk. Köszönöm szépen. Sokan csinálnak, és igen, az adta az inspirációt arra, hogy elkezdünk azon gondolkodni, hogy hogy tudjuk függőlegesen berendezni a növénytermesztést. A teljes energiabefektetése, hogyan viszonyul meg hagyományosan termesztésünk? Mondod, hogy mivel kérdem, ha kilózsúra kell valamit mondani, akkor egy kiló paradicsom hány kilózsúra energiából készül. A teljes energiabefektetés hogy viszonyul a hagyományosabb termelési módszerhez, ez volt a kérdés. Egyelőre csak a termelés az szerintem több. Azért, mert leginkább itt a világítás viszi el a legtöbb energiát. Ez mindig egy ilyen trade-off, hogy ha olyan helyre rakjuk, mondjuk egy üvegházba, ahol sok természetes fényt tud kapni, akkor le is morolni a világításon, nagyobb lesz a helyigénye a dolognak, és ezért lehet, hogy a városban nem tudjuk megcsinálni, és akkor viszont a szállításon vesztünk. Ha bevisszük a városba, akkor meg
főleg olyan városokban, hogy, ahol nagyon magasak az ingatlan árak, akkor meg azt érdemes valószínűleg, hogy minél kisebb összenyomni, akkor viszont el fogják kezdeni egymást árnyékolni, és akkor világítani kell. De számok nincsenek, ugye? Konkrét számok meg nincsenek. Nekem az érdekelne, hogy a tápoldatnak a vesztesége, tehát a tápoldatos légtérből mennyi tápoldat kerül ki, tehát hogy mennyire lehet ez praktikusan, jól használhatóan elszeparálni ezt a két légtereket? El lehet szeparálni, el is kell szeparálni, mert főleg abban az irányból nagyon fontos, hogy kintről ne tudjanak mondjuk kórokozók bejutni, azt, hogy bentről tápoldat, az kijön, az kevésbé érdekes. Itt mondtam, hogy ez az automatizálás és a kontrollált környezet, az egy ilyen kulcsfontosság. Eleve viszonylag kevés víz kell hozzá, de hogyha ezt jól tudjuk csinálni, majd ki fog derülni, hogy mennyire tudjuk jól csinálni, akkor én hiszek benne, hogy az adagolást az úgy lehet csinálni, hogy gyakorlatilag veszteségmentes legyen, tehát azt a mennyiséget porlasztjuk be mindig, amit utána a levegőt fel is tudnak szívni. Én azt szeretném kérdezni, hogy mondtad, hogy kevesebb víz kell hozzá. A földnél értem, hogy elpárolok, de azt mondtad, hogy kevesebbet is pumpál át magán. És ezt nem igazán értem, hogy miért kell, ha máshogy juttatom el a gyökérhez az vizet, akkor miért pumpál át magán kevesebb vizet a növényen, akkor a terméshez? Miért pumpálok a kevesebbet? Jó kérdés. Ennek hogy miért pumpál kevesebbet a növény így? Leginkább azért, mert egy másfajta gyökérszerkezet tud kialakulni, de ennek a pontos növény élettani mechanizmusát ezt nem fogom tudni megválaszolni, de ha hagynak-e valami előhetőséget, akkor megpróbálok összekötni valakivel, aki erre talán tud válaszolni. Jól értem, ti még ilyen fejlesztési fázisban vagytok, ha jól értem, és hogy konkrétan igazából ti már hány paradicsomot terjesztettetek? Mennyibe került így egy paradicsom, milyen az íze? Tehát, hogy igazából mi van? És a piacérákkal képest. Igen, igen. Mikor itt egy zöldséges átfacsolós paradicsom? És mi a működés? A business modellt azt tökre tudjuk. Nem, szerintem nem tudjátok, de majd azt is. Termeltünk-e paradicsomot, az volt a kérdés. Nem, paradicsomot még nem termeltünk, olyat ami ilyen bazsalikon, retek volt, azt hiszem, amivel mentünk, saláta, ilyen zöld leveles növények elsősorban. A paradicsommal vannak azért egyéb nehézségek, tehát az a beporzás, az évelő, mikor virágzik, hogy fut fel, az nehezebb, az még egy kicsit odébb van. A projekt az nagyon az elején tart egyébként annak, hogy én most itt vagyok, annak az az apropója, hogy egy ilyen EU-s pályázaton nyertünk arra támogatást, hogy erre egy ilyen megvalósíthatósági tanulmányt, üzleti tervet kidolgozzunk. Ezt most fogjuk majd lezárni, és akkor utána egyébként pályázni arra, hogy egy kísérleti üzemet is össze tudjunk rakni. Ez indulna valamikor jövő év közepén, ezért mondtam, hogy szerintem ha jövőre ilyenkor találkozunk, akkor már tudok adni valamit, amit meg lehet kóstolni. Én csak azt kérdezni, hogy a Boba technológia az működhetne egy rendes üvegházban, és egy nagy rendes üvegházban? Működhet egy üvegházban a technológia? Igen. Alapvetően igen. Itt is vannak különböző megközelítések, hogy az ember megpróbál egy akár túlnyomásos, gyakorlatilag steril, vagy hát aszeptikus környezetet biztosítani a növényeknek, vagy üvegházban termeli. Ez szerintem inkább majd a piac fogja meghatározni, hogy azért hajlandóan kell fizetni az emberek, hogy azt mondjuk, hogy ez egy
gyógyszergyári körülmények között gumikesztyűben és ilyen nylon sapkában készült, és ez teljesen biztonságos. Vagy inkább az lesz a jó, hogyha el tudjuk kitetni, hogy ez valahogy a természeteshez közelebbi, és ezt méhek poroszták be. Van különbség a között, hogy mondjuk napfény, föld és jó levegő, vagy pedig valahol ez eldugva a pincében, és lehet fény meg forrasztás. Tehát valami szubjektív különbség mérhető ez, vagy volt-e már így megkóstolt, és azt mondta, hogy... Van egy különbség a földben termett mondjuk paradicsom és az így termett paradicsom között? Azért ezen. Mondjuk azt, hogy Olaszországban a napfényben terem egy paradicsom, meg ez között. Az előző kérdésben is ezt el kellett mondanom, hogy paradicsomot mi még nem csináltunk, de volt, aki csinált paradicsomot, tehát ilyen kísérletek vannak, ennek van irodalma, és van, úgy tűnik, hogy például cukortartalomban, vitamintartalomban van különbség egyébként, az nem kifejezetten tehát az nem aeropóniás, hanem hidropóniás, amit Japánban csinálnak egy régi leszerelt, azt hiszem Winchester vagy Floppy gyárban csináltak egy ilyen városi farmot, ahol ők arra álltak rá, hogy kifejezetten alacsony sótartalmú salátát csinálnak, mert Japánban sok a vesebeteg, és ezért ezt háromszor annyira tudják adni, mint a földön termett salátát. Igazából az a kulcsa a dolognak, hogy onnantól kezdve, hogy az ember az összes paramétert tudja kontrollálni, akkor el lehet kezdeni elkerkedni a növényekkel, és megnézni, hogyha más keverek a vízébe, akkor mi lesz, hogyha ilyen fényt adok neki, vagy olyat, akkor nagyobbra nő, vagy hamarabb virágzik. Bocsánat, csak az előző kérdés pontosít, hogy a paradicsomot nem termesztettek, de valami más, igen, amivel ez az összehasonlítás sérül, de nem? Bazsamikó. Finom? De bármik, amit termesztettek, így és hagyományos módon a között ilyen ízbeli szubjektív összehasonlítás van. Úgy van értelme a kérdés. Én nem vagyok elég gurman ehhez, de... Mondom, az első kör bazsalikomat, ahhoz túl közel raktuk a lámpát, úgyhogy ez megégett, aztán volt kedvünk megkosolni. A második az legalábbis tökre bazsalikom kinézetű, még ízű volt. Az király. Utolsó kérdés. Mikulásom van én. Na, inkább megjegyzés. Ilyen 10 szökőkutak, amiben ilyen köld gép van, nem tudom, hogy láttatok már ilyen, nem mentek ilyen lakásberendezési boltba, ott ilyen van, mint direkt ilyen forgasztó. Abban simán el lehet játszani, tehát hogyha valaki ebben akar játszani, nem kell nagyon messzire menni. Ez a másik, ez elég kiforrott technológia, a kender termesztők körében. Utána olvasok, hogyha azt akarjátok megnézni, hogy mennyivel jobb vagy nem, biztos vagyok benne, hogy vannak olyan fórumok, ahol meg tudod találni, aztán van egy barát sokkal jobb, mint a földben. Jó kérdés. Igen. Van még idő erre reagálni? Kender termesztés és aeropónia, ez volt az egyik, a másik meg ezek az ultrahangos párásítóknak a használata, amivel kapcsolatban a megjegyzés volt. Igen, tehát amiatt, hogy kender termesztés, ugye az egy zöld növénynek a tápanyag, meg energia, meg fény használata, az egy az zöld tömeggel úgy nagyjából arányos. Vannak ügyesebb, gyorsabban növő növények, vannak bénában, de úgy kb. Egy kiló salátának, meg egy kiló kendernek a piaci ára, az meg nem ugyanaz a nagyság, de nagyon, mondjuk legalább 4. Vagy azt hallottam. Ez az egyik. A másik az ultrahangos párásítók, ezek tényleg elég jól működnek.
ezeknél az szokott lenni, hogy, hogy az a mennyiség, amit elő tudnak állítani, az korlátozott, és egyébként a kender termesztő fórumokon is ez szokott lenni, hogy egy idő után vagy átültetik valami másban, mert nem tud elég sok párát csinálni, vagy elindulnak abba az irányba, ahova mi is, hogy porlasztó fejeket használnak, és akkor 8-10-12 bár nyomással, csak az már egy komolyabb gépészetet is igénye. Az ipari cárkodés az, amikor ellátod a kerületet. Erre csak azért reagáltam, hogy mi ezt megpróbáljuk átugrani most. És egyből az ipari termelés felé elindulni. Köszönjük szépen!